Név: Csonka András. Vád: mindent a nosztalgia jegyében tesz. Tőlünk most kap egy esélyt, hogy bebizonyíthassa, hogy az ellene felhozott rágalmak alaptalanok. Csonka András kedvenc dalát eljátszunk, első számú ellenségéről, a Melki Krisztiánról. Borzasztó, hogy miért mentem ebbe az egész bele? Puszival köszöntél, te ilyen pusziskolós vagy? Nem. De ez sajnos, a szakmában ez divik. Sajnos téged elég ilyen kamupuszi... Kamut, hogy lehet? Kamupuszit nyomod? Az mi az a kamupuszi? Hát azt, hogy igazából így az ajkai nem érintik a... Nem csík-tú-csík, hanem csak így elcsattan a levegő. Puszi, hagyj a puszi! Nem, így vagyok. Köszönj, te kamupuszit adod? A kamucsók, az a színészeknél létezett egy időben, tudod, hogy a színpadon nem igazából csókolták meg egymást, hanem az orra alatt, meg az állaf... De ha jól tudom, te nagyon nem vagy barátja az alkoholnak. Én nem vagyok barátja, egyáltalán magyarul utálom az alkoholt. Meg nem hánytad a sor magad? Dehogy nem. Menjünk be! Rúgdossódni! Ide hozok neked egy embert, aki nagyon rúgdott! Általad kialakult kép fogságában te mennyire érzed magad? Én szerintem csomó szám... Elmondom a kialakult képet. Ja, igen, mert azt akarom mondani, hogy... Öreg némik liegve hallgatják a dingdongot az idősek otthonában. Nyilvánvalóan kialakult egy olyan kép is, hogy középkorosztály és idősebb hölgyek nagyon kedvelik azt, amit csinálok. Nyilván színészként vágynék másra is, de egyes ilyen van, hogyha egy meghökkentően más dolgot csinálok egyszer, mint ami vagyok, de meghökkentően mást. És vagy elfogadják, vagy megbukom benne, mint az állat. Ne szakítsanak el a fiataloktól, vagy ne szakítsanak azoktól a fiataloktól, akik esetleg érdeklődnek az iránt, amit csinálok. Teljesen meglepődtem, hogy mi a fasz keresnek itt amúgy. Haverommal mindig lejövünk zúzni egyet. De melyik a kedvenc bandátok? Na most felé. Várjál, nekem nem jut eszembe, melyik a kedvenc bandánk? Az abba! Egy idős néninek nem iratta a drá magad a... Nem kötöttél egy ilyen ding-dong előadáson után. Magadon indulsz ki, mi? Belegondoltam már, nem. Belegondoltam a kérdésedben, nem. Jó. Tulajdonképpen nem. És akármire, tehát akármit kérdezel és akármit válaszolok is, te mindig a nyugdíjas klubnál tötsz ki, pedig erre már reagáltam. Nem itt áll egy kortyot sem, én már kezdem jól érezni. Legyen meglepő. Na de hova? Én most előtöztem, mint egy hülye, aztán hova van nyugdíjas? Én már jól érzem magam. Én is hasonlóan nézek ki. Merevek a Melvinboim, hogy neked, te melyik az a szám, amire úgy igazán át tudod engedni magad? Hallgassuk. Student Fire, September. Ebben mennyi T betű volt. Hát ez zene volt. Ez volt a zene. Mind a hangszerelés. Nagy zenekar. Na mutat. Még hát. De hogy bírod ezt a zenét? Erre az én koromban már temetni szokták az embert, úgyhogy... Hol vagyunk? Dávid. Itt vagyunk a Fényes Adolf utcában, ez a Sonic Music Club, azt hiszem, és itt főleg egyébként ilyen punk bulik szoktak lenni. Milyen buli? Punk. Ezt most komolyan mondod? Ezt teljesen komolyan mondom. Én meg operabárra öltöztem? A központi hatalom. Milyen praktikus neve van? Hogy lehet ezt skandálni? Sehogy. Gyertek, Csonka Bandival, Disneylandban Mickey Mouse-zal, itt lehet fotózkodni Csonka Bandival. Ki volt a Pamini a kereftében? Amúgy a Cecilia. Cecilia az kurva. De most csak így kérdezem nekem. Mert annyira ez ilyen nekem, az. Lenyomatsz valami zenétek? Nem, én szólok ki. Azért vagyok mogorva, tett ablakom alá, adtálj légtelen okán, most a basznak a
emberek, itt van velünk Csonka András, aki most azonnal jöjjön fel a színpadra. Csonka András! Itt van velünk Csonka András! És kérünk egy mikrofont, adod a mikrofonodat Andrásnak, mert nagy bejelenteni valójában. És azt kell érdekelni nekünk, hogy énekelni nagyon szerettek, most előbb a poén, ez a Berki Krisztián című dal. És András külön kérése volt, hogy hagyj énekeljen egyszer velünk együtt a refrén. Mi a refrén? De az, hogy mutatom a refrént. Berki Krisztián, Krisztián Berki, fogd meg a faszod és az anyádra vedd ki! Nagyon derekasan beleálltál abba, hogy nem énekelsz valamit. Igen, mert azt gondolom, hogy zeneileg semmi kifogásni való nincsen. Nyilván nagyon hangulatú és nagyon sodró erejű és nagyon, tényleg nagyon menő a zene, de a szövegvilágával nem tudok így azonosulni, és nem is fogok semmiféle olyan szövegeket énekelni, ami bármilyen közszereplőt megaláz, mocskos színben tüntet fel, szóval ez a nem. A következő részben VV Aurelio próbálja saját értékeit felfedezni. Ígérjük, izzadságszagú vállalkozás lesz.